Meghökkentő kijelentéseket tett egy megbeszélésen a brüsszeli régió városfejlesztésért felelős államtitkára. Azt mondta, rengeteg brüsszeli tisztviselő fogyaszt drogot, és azt is elárulta, hogy milyen szert használnak legtöbbször. A kokain az egyik legnépszerűbb szer az uniós alkalmazottak körében. Kendőzetlen őszinteséggel beszélt az uniós politikusok drogfogyasztási szokásairól Pascal Smet, a brüsszeli régió városfejlesztésért felelős államtitkára egy zárt ajtós tanácskozáson. A Politico cikkére hivatkozva az Index azt írta, a kijelentés akkor hangzott el, amikor az uniós tisztviselőket képviselő szakszervezet közölte, nem szeretnének Brüsszel északi bűnözőktől hemzsegő negyedébe költözni, ahol magas a kábítószerrel való visszaélés aránya. Az Index beszámolója szerint Pascal Smet visszautasította a brüsszeli politikusok ellenkezését, majd arra tett utalást, hogy az uniós dolgozók saját drogfogyasztási szokásaik miatt nem ítélkezhetnek mások felett. Már 2005-ben is téma volt a brüsszeli diplomaták drogfogyasztása. Akkor a német Satines televízió munkatársai rejtett kamerákkal felszerelkezve vettek mintákat az Európai Parlament női mosdóiból. A különös küldetés megdöbbentő eredménnyel zárult. A 46 mintából mind a 46 esetben kokain nyomait találták meg. A Guardian akkori cikke úgy fogalmazott, a kábítószerek nem repültek be az ablakon. Az Európai Parlament akkor sértődötten reagált az ügyre, jelentősebb vizsgálat azonban akkor nem indult. Tőlünk meg most azt kérik ezek a kedves, fiatal, brüsszeli, kokainon élő úriemberek. A tavaly nyári tranzitfesztiválon Lázár János építési és közlekedési miniszter is tett utalást arra, hogy Brüsszelben az uniós testületeknél többen is kábítószert használnak. Később pedig úgy fogalmazott, elég sok ilyen embert láttam, amikor kijártam Brüsszelbe tárgyalni. Azóta rosszabb a helyzet.